Üdvözlök mindenkit, a mai videónak a témája a rejtett narcisztikus 7 ismérve. Nagyon sok embernek problémát okoz, hogy hogyan is ismerje fel a rejtett narcisztikust a kapcsolat első felében. Először viszont meg szeretném azt jegyezni, hogy van az úgynevezett intuíció, a belső hang, a belső sugallat, a megérzés, és nagyon sok ember ezt elnyomja, elhessegeti, mindenféle mondva csinált indokkal, viszont ezt nem kellene. Az intuíció, a belső hang, ez egy ösztönszerű valami, egy ösztönszerű megérzés egy adott emberrel kapcsolatban. És ott van a lényege, hogy nem kell tudnod megmagyarázni, hogy miért érzed azt az adott személlyel kapcsolatban. Egyszerűen csak hallgass a belső megérzésedre. A belső megérzés valami miatt tudja, hogy mi az, ami neked jó, illetve rossz lesz. Tehát, és ha ez a belső sugallat, ez egy negatív, ez egy rossz érzés egy adott emberrel kapcsolatban, még akkor is, ha semmi rosszat nem csinált, semmi rosszat nem tett az irányodba, semmi olyan megjegyzést nem csinált, egyszerűen csak érzed, hogy valami nem oké. Valami nem oké vele. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi, de tudom, hogy valami nem oké. Hallgass rá. Mert ha nem hallgatsz rá, nagyon sok ember ugye képes ezt elbogatalizálni, hogy jó, hát biztos ezért érzem, ma elkezdi gyártani ugye a kifogásokat, belemegy a kapcsolatba, telik múlik az idő, eltelnek az évek, és akkor utána hosszú évek már elteltek, és akkor mondja, én hülye, ha akkor hallgattam volna a megérzésemre, de nem hallgattam rá, elnyomtam. Úristen, mekkora egy balfasz voltam. Na, a belső megérzésre mindig hallgatni kell, és ne kezdj el okokat, indokokat gyártani, hogy miért nem hallgatsz rá. Egyszerűen nem kell tudnod megmagyarázni, csak hallgass rá. És akkor most itt nézzük ezt a 7 pontot, amit én felírtam, hogy hogyan is lehet egy rejtett narcisztikust felismerni. Tehát az első pont a visszahúzódó énközpontúság, ugye legtöbbjük introvertált, befelé forduló, a világ elől elzárkóznak, visszahúzódnak, a 4 fal között azonban nem, tehát ott már teljesen az ellentétét mutatja, ott nagyon is énközpontúak. Tehát a saját érzéseit és igényeit helyezi előtérbe, miközben elhanyagolja a te érzéseidet és a te igényeidet. Az ilyen személyeknek ugye gyakran nincsen semmiféle kapcsolat az érzelmeikkel, vagy ha van, az is rendkívül felületes, és így nehézséget okoz a másokkal való empátia és kapcsolatépítés. Második pont. Hiperérzékenység. Nagyon érzékenyen reagálnak mindenféle őket ért kritikára, a bennük lévő szuperego állandóan azt mondja nekik ott belül, hogy te nem vagy elég jó, te semmire sem vagy való. Tehát rendkívül nagy szégyenérzet van bennük, önmagukat folyamatosan leértékelő magatartásuk van. Bármilyen kritikára extrém érzékenyen reagálnak, senki nem szereti a kritikát, de egy átlagember, vagy egy normál ember ugye azt tudja kezelni a kritikát. Nem esik neki jól, de tudja. A rejtett narcisztikus nem tudja ezt kezelni. Tehát tényleg a legapróbra, ha megjegyzed neki, hogy nem tetszik a körmöt színe, vagy nem tetszik, ahogy épp ma felvetted azt a cipőt, és miért azt vetted föl, mondjuk jobban állna neked egy másik, tehát ezt se bírja elfogadni. Tehát tényleg ilyen legapróbb, tényleg ilyen semmiségekre is olyan szinten meg tudnak sértődni, és ilyenkor elvonulnak, hogy ez valami elképesztő. Tehát ez egy nagyon fontos jellemző rájuk. A harmadik, nem jó hallgatóság. Ha magadról kezdesz beszélni egy rejtett narcisztikusnak, akkor az tuti 100%, hogy néhány percen belül félbeszakít, mert nem érdekli. Nem róla van szó, más pedig egyszerűen hidegen hagyja. Tehát nem érdekelt a te igényeidben és a te érzéseidben. A saját igényeiben és a saját érzéseiben ott viszont nagyon is érdekelt. Tehát amikor ő beszél ugye magáról, te is ugye beszélnél magadról, felejtsd el, maximum van 1-2 perced, akkor se figyeli, nézi a falat, meg ilyen unottan, tényleg látod rajta, hogy már unja az egészet, de nem is bírja ki, tehát nagyon valószínűség, hogy közbe fog vágni, és utána visszatereli a fókuszt saját magára. Negyedik jel, áldozati szerep, mindig minden körülmény áldozata volt, tehát mindig a külső környezetet okolja az életét, hogy olyan az élete, amilyen is mások miatt olyan természetesen, tehát hogy nagyon jellemző, hogy az exeit hibáztatja, hogy mindegyik exe megcsalta, mindegyik kihasználta, megalázta, meg még nem tudom, hogy miket csináltak vele, de az a lényeg, hogy ő mindig beletett az adott kapcsolatban mindent, tényleg anyagi javakat, érzelmet, tényleg odaadta magát önzetlenül, de valahogy
Ő szegény, mindig egy áldozat volt, ő mindig a körülményeinek az áldozata volt, és állandóan másról sem beszél, csak ezekről sztorizgat neked. Nagyon fontos az áldozati szerep jellemvonás egy rejtett narcisztikusra. Ötödik jel, passzív-agresszív módszerek. Ha valami olyan dolgot csinálsz, teszel, olyat írsz, mondasz neki, ami nem a kedvére való, akkor előveszi ezeket a passzív-agresszív módszereket, ami annyit jelent, hogy büntetni kezd téged, de ezt úgy teszi, hogy nagyon gyakori úgy, hogy elvonul, nem keres. Ha válaszol is az üzenetre, akkor is csak ilyen egy-egy szóban, igen, nem, tehát hogy érződik a kommunikációján, hogy valami nem, hát hogy valami baja van, és amikor megkérdezed tőle, hogy ne haragudj, hát látom, hogy valami bajod van, tudom, hogy most gondolom valami rosszat csinálhattam, de nem tudok rájönni, hogy mit, meg tudnánk beszélni, akkor annyit fog rám mondani, hogy ha, nem, semmi bajom nincs, hagyjuk, semmi. Tehát, hogy látszik rajta, de meg akarod vele beszélni, akkor sem fogod tudni megbeszélni, tehát képtelenség, tehát a passzív-agresszív módszernek a mesterei, hogy aztán ezt nagyon húzamos ideig csinálja, elérjen benned egy nagyon magas bűntudatot. Hatos jellemvonás, folyamatos igénye megerősítése egy rejtett narcisztikusnak, hogy semmi önbecsülése nincs, állandóan kell neki a megerősítés a külvilágtól, mert nem tudja elképzelni, hogy ő magától is jól csinálhat valamit, mert mint már mondtam, tehát nincs önbecsülés, egyszerűen nulla neki, ezért állandó visszaigazolás kell a környezettől, bármit is csinál, meg kell, hogy erősítse azt a környezet, jóvá kell, hogy hagyja a környezet, és akkor hiszi el, ha ez nincs meg, akkor egyszerűen úgy érzi, hogy ő egy semmi. Elérkeztünk az utolsó ponthoz, a heteshez. Alattomos viselkedés másokkal szemben. Egy rejtett narcisztikusra nagyon gyakori ugye ez a sunyi viselkedés, hogy nem mer mások elé odaállni szemtől szembe elmondani neki a frankót, a véleményét, hanem nagyon szereti mások háta mögött tudja keverni a szart, és akkor ott keveri, majd utána magába jót nevet egyet, amikor a környezetében már mindenkit összeugrosztatott másikkal, miközben az egésznek a hátterében ő maga munkálkodik, tehát ugye, hogy ez a nagyon alattomos és nagyon sunyi viselkedés másokkal szembe, ez teljesen egy tipikus, rejtett narcisztikus jellemvonás. Hát ez lenne ez a 7 pont, amit összeszedtem, lehet, hogy van még, és mások is tudnának mit mondani. Ha gondoljátok, akkor írjátok meg kommentbe még a ti véleményeteket is. Mára ennyit, ha tetszett, akkor dobj egy lájkot. Köszönöm a figyelmet, csatornámon sok anyag van, lehet valamelyik kérdésedre megtalálod a választ.